Magyarországon jelenleg relatív üzemanyag hiány van. Ez a viszonylag új fogalom azt jelenti, hogy az országnak most spájzolnia kellene. Szakértők korábban arról beszéltek, hogy Európában nyáron üzemanyag hiány léphet fel az orosz-ukrán háború miatt, és a hiány akár Magyarországot is elérheti. Elérte. Ráadásul a kormány még tavaly novemberben bevezette a 480 forintos hatósági árat a hazai töltőállomásokon, ami jelen állás szerint október 1-jéig marad. A végtelenségig azonban nem tartható az ársapka, hiszen az árszabályozás következménye előbb-utóbb a hiány. A szakértő szerint ez úgy tűnik, bekövetkezik. Hetek óta látjuk azt, hogy egyre kevesebb üzemanyag van, nem csak a magyar piacon, de Európa szerte üzemanyaghiány van. Nálunk ez a helyzet talán azért jelentkezik fokozottabban, mert a MOL szelszalombattai finomítója augusztustól egy nagyon komoly karbantartási munkának köszönhetően nagyon csökkentett kapacitással tevékenykedik a következő két hónapban. Arról nem is beszélve, hogy a hatósági árak miatt a magyarországi piacon az importőrök nem érdekeltek üzemanyagot eladni, és emiatt is kialakult egy elég komoly ellátási luk, illetve hiány. Úgyhogy a figyelmeztetéseink, amiket tettünk itt tavasz végén, nyár elején, sajnos beigazolódni látszanak, tehát tényleg egy komoly üzemanyag hiány van már most is a piacon, amit most a stratégiai készletek felszabadításával próbálnak megorvosolni, viszont az itt felszabadított készletek nagyjából két hétre elegendőek, és ezek a nagy színes benzinkutak készleteit fogják úgymond javítani, ellátni. A kiskutak továbbra sem kapnak a szükséges mennyiségben üzemanyagot. A probléma megoldása a hatósági árak eltörlése lenne Bújdos Eszter szerint. Ameddig ez nem történik meg, arra kérik a lakosságot, hogy tudatosabban tankoljanak, mert vagy egyáltalán nem fognak találni üzemanyagot, vagy csak komoly korlátozásokkal juthatnak hozzá. Jelenleg 5, 10, 20 vagy 50 literes mennyiségben állapíthatják meg az egyszerre vásárolható mennyiséget, a MOL kutakon pedig már csak naponta egyszer lehet tankolni. A MOL kasszarendszerében múlt hét végén lefutott egy olyan fejlesztés, melyben a forgalmi engedélyek rögzítésével, illetve annak vonalkód olvasásával a rendszám az rögzül a rendszerben, és ha valaki ugyanazzal a forgalmival aznap szeretne menni tankolni, akkor azt jelzi a rendszer, hogy ő már volt, és ebben az esetben a kutas kolléga jelzi neki, hogy már nem megoldható, vagy nem tud tankolni. Több felhasználói észrevételt is kaptunk arról, hogy őket már csak egyszer engedték egy nap tankolni. A MOL hétfőn, kora délután erről kiadott egy szabályegyértelműsítést is, mely szerint, ha valaki ugyanazon a napon kétszer tankol, annak másodszorra már akkor is a piaci árat kell fizetnie, ha először kevesebb, mint 50 liter benzint vagy gázolajat vásárolt. Jó hír azonban, hogy akik tudnak tankolni, és mindezt piaci áron teszik meg, azoknak szerdától ismét kevesebbet kell majd fizetni. Utoljára közel fél évvel ezelőtt voltak ilyen alacsonyan az olajárak, és a forint is erősödött a dollárral szemben. A benzin literenkénti ára így bruttó 20 forinttal lesz kevesebb, míg a gázolai 15 forinttal. Ez azt jelenti, hogy aki nem hatósági áras üzemanyagot tankol, az szerdától a 95-ös benzinért 672 forintot, míg a gázolajért 723 forintot fizet literenként.